A bérleti piacra is viszonylag hamar begyűrűzhetnek az új rezsiszabályok. A rezsiszabályok változásai miatt Budapesten is egyre keresettebbek lesznek az alacsonyabb fenntartási költségű lakások. Hogyha olyan ingatlannal találkoznak a bérlők, ahol a rezsiköltség akár több százezer forintot tesz ki havonta, ott már nem lehet ezeket olyan magas bérleti díjak mellett bérbeadni, mint eddig. Az albérletek ára az elmúlt hónapokban is folyamatosan emelkedett. Az átlagos bérleti díj tavaly augusztusban még 145 ezer forint volt. Idén ugyanebben az időszakban már 195 ezer forintot kértek a budapesti bérleményekért. Bizonyos kerületekben azonban ennél is magasabb az átlagár. A szerződések többségének éppen augusztusban és szeptemberben van az évfordulója. A NAV arra hívja fel a figyelmet, hogy a lakáskiadás is adóköteles. Adózási teendő igazából a bérbeadónál van. Neki kell majd a bevallást elkészítenie, ugyanis a NAV mindenkinek készít bevallási tervezetet minden évben, viszont pont az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem nincsen benne, ezt mindenkinek saját magának kell beleírni. A program egyébként segít számolni, negyed évente kell fizetni adóelőleget, hogy az év végére fizetendő adó igazából megelőlegeződjön. Hogyha valaki fizette az adóelőlegét, a tervezetét kiegészíti az önálló tevékenységből származó jövedelemmel, megnézi, hogy mennyit kellene fizetni, és mondjuk pont annyi fizetett már előre, előlegként egy évben, akkor plusz teendője nincsen. Ha van egyébként még a program szerint fizetendő adó, akkor azt is május 20-áig kell megfizetni. Az adónak a mértéke az 15%, tehát ezzel kell számolni, illetve a jövedelmet magát azt ki kell számolni, azt kétféleképpen lehet. Az ingatlan bérbeadója választhatja a tételes költségelszámolást. Ekkor az igazolható költségek, például a közüzemi számlák csökkentik a bevételi oldalt. Így a befizetendő adóösszege is alacsonyabb lesz. A másik lehetőség, hogy a bérbeadó a teljes bevételből 10% költséghányad levonásával állapítja meg a jövedelmét. Így a bevétel 90%-a után kell megfizetnie a 15%-os adót. Általában a ingatlan bérbeadás nem a fekete gazdaságnak a meleg ágya, tehát nem ők lesznek azok, akik itt nagyban csalnak. Egyébként, hogyha a NAV észreveszi, hogy valaki nem vallotta be és nem fizette be az adót, akkor az első körben magánembereknél, hogyha az SZIA bevallása valami gond van, akkor jelzünk, hogy a mi adataink szerint valami ebből hiányzik. Ilyenkor mindenki szépen elő kell, hogy vegye a bevallását, meg kell nézni, hogy esetleg kimaradt-e, valamilyen hibát követette el, önellenőriz és pótolag be kell fizetni az elmaradt adót. Ha valaki mondjuk nem cselekszik, és mondjuk a fülebotját sem mozdítja erre a jelzésünkre, akkor lehetnek különböző szankciók, itt a bírságot értem alatta. A NAV szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy fontos szerződésbe foglalni a bérleti feltételeket. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek, a közlemény rovatban pedig feltüntetik az aktuális hónapot.